Eredményes a téti zeneoktatás. Riport a téti Diabetes Klub működéséről. Köszöntöm Rábaközi Televízió nézőit. Az eredményes téti zeneoktatásról Stessli Tibor igazgatóhelyettes és Fias Stessli Tamás zenetanár beszélnek. Hol született, hol végezte az iskoláit? Kolontáron születtem, ez most egy híres település lett, pont tegnap volt 2 éve. 14 éves koromban kerültem ide Győrbe a zeneművészeti szakközépiskolába. Itt érettségiztem, itt végeztem a zeneművészeti főiskolát, és már a főiskolai éve alatt játszottam a filharmonikus zenekarba, és hát 25 évig. Mellette mindig tanítottam valahol, és 1976-ban kerültem ide Tétre. Akkor milyen körülmények fogadták mindig ifjú pedagógust? Hát teljesen más világ volt. Annak idején 16 gyerekkel kezdtem el, akkor nem volt még önkormányzati zeneiskola, hanem ezt úgy hívták, hogy zeneoktatói munkaközösség. És ezeken a kereten belül kezdődött az oktatás, hát én tanítottam a klarinétosokat és ütősöket is, tehát minden hangszert én tanítottam, és rögtön alakítottunk egy zenekart belőle, és hát ez mai napig létszámba, minőségbe úgy gondolom, hogy fejlődött. És miért pont Tétet választotta? Érdekes, hogy Győrbe a zeneiskolába tanítottam én, és az ottani zongora tanár jött, hogy a téti igazgató neki jó barátja, és hogy szeretnének egy fúvózenekart csinálni Téten, hogy elvállalnám-e. Hát én kapva kaptam az alkalmam, mert előtte én vezettem már a Celdőnöl ki fúvózenekart, mikor a katonaságtól leszereltem, egyébként ott is zenész voltam, akkor a Celdőnöl ki zenekart vezettem, és hát nagyon örültem neki, hogy hát erre van lehetőség, és hát semmiről, nulláról elkezdve az egészet, tehát ez nagyon jónak ígérkezett. Nagyon sok lelkes szülő volt, akik támogattak, a pedagógusok, de a mai napig is a pedagógusok nagyon támogatják ezt az ügyet az általános iskolában, hiszen nélkülük nem lehetne. Eleve sok tanárnak volt itt a gyereke a zenekarban az elmúlt évek alatt. És a 70-es években, amikor elkezdték itt a munkát, volt egyáltalán olyan hangszerük, amivel játszani tudtak? Hogyan tudták azt beszerezni? A hangszerek, hát minden hangszer új volt, tehát annál jobb hangszerparunk soha nem volt, mint ott az elején, mert a nulláról indultunk, és itt semmilyen hangszer nem volt. A Téti Szövetkezeti Bizottság, ez az építőipari szövetkezetnek volt, hát nem tudom én, hogy milyen jellegű szervezete volt, de ők biztosították a hangszert, tehát ők vették meg ezt a 16 hangszert, és akkor ezzel indultunk el. Ugye, tehát eleve nekem a tanításban se volt még olyan túl nagy gyakorlatom, a fúvószenekar kialakításában se, tehát tulajdonképpen mindenre magamtól kellett rájönni, nem volt, akitől elleshettem volna, vagy tanulhattam volna. Játszottam én már zenekarban, tehát tudtam én, hogy kell azt csinálni, de hogy egyáltalán hogy kell az egészet fölépíteni, nagyon nehéz volt. Volt arról információi, hogy a Rába közben található településekről, hogy hasonló zenekarok alakultak-e? Szóval jól tudom, Kapuváron már akkor volt. A Kapuváron volt. Először is Moson-Szent Miklósra hívtak engem, hogy csináljak zenekart. De közben a barátom Ajkán volt, és megkért, hogy segítsek neki ott, mert ő akkor került oda, és akkor ott besegítettem a tanításba, és akkor közben még Konyból is kerestek, tehát ott is szerettek volna egy fúvózenekart csinálni, de hát végül is ez lett a konkrét, és akkor idejöttem, és hát ezek szerint a 37. tanévet kezdtem itt. És megkapta a megfelelő támogatást akár a település vezetősége részéről, vagy az intézmény részéről, Tét lakói részéről? Mindig. Szóval én azt gondolom, hogy másképp nem is lehet eredményt elérni, tehát egy fecske nem csinál nyarat. Hogyha itt nem támogatott volna annak idején a tanács, vagy az iskola, vagy most, hogyha nem támogatna az iskola, meg az önkormányzat, tehát akkor nem lehetne itt csinálni semmit. És hát mindig voltak lelkes szülők, akik küldték a gyerekeket, sőt, voltak olyanok is, akik ellenőrizték otthon a gyerekeket, hogy jó munkát végeznek-e, úgy csinálják-e, gyakorolnak-e eleget, tehát sok segítséget kaptam. Milyenek voltak akkoriban a téti gyerekek? Hát megint csak azt mondom, sokat változott a világ azóta. Tehát ugye Győrben tanítottam én a zeneiskolába, és
már akkor a városban teljesen másfajta mentalitás volt, mint egy faluban. Tehát itt azt gondolom, hogy a szülők is, tehát jobban felnéztek rám, értékelték azt, hogy én hetente kétszer Győrből ide kijárok, és nagyon más lehetősége nem volt a gyerekeknek. Tehát aki valami pluszt akart csinálni, az ide jött a zenekarba. Tehát jó képességű gyerekek jöttek. Ma már sokkal több mindent kínál a világ. Tehát a számítógéptől elkezdve a helybe is, hogy táncolhatnak a gyerekek, hogy sportolhatnak. Tehát sokkal több lehetőség van, és aztán ezért talán a gyermek anyag se olyan jó. Tehát a társadalom is változott. Tehát van ma ennél sokkal hamarabb lehet sikereket elérni, mint az, hogy odaállok minden nap a hangszer mögé. Tehát aki ezt vállalja, az nagy, nagy feladatot, nagy nyűgöt vesz fel a nyakába, de én azt gondolom, hogy ugyanannyi örömet is. Tehát amennyi munkát tölt egy gyerek, vagy egy család éppen ezzel a hangszertanulással, az öröm is annyi benne. Tehát itt csodák nincsenek. Mikor volt az első olyan fellépés, amire emlékszik, hiszen összeállt az együttes, az első fellépés gondolom maradandó, hiszen egy olyan csapattal állt fel, akik nemrég vették kezükbe a hangszereket. Ó, ez nagyon érdekes volt. Tehát semmilyen zenekari anyagunk nem volt. Én írtam egy rövidke kis darabot, már nem tudom, hogy mi volt a címe, és mindjárt egy versenyen vettünk részt. Hol? Tehát valami úttörő verseny volt, ilyen kulturális seregszemle vagy valami, és hát, de hát ez mindjárt az első évben volt. Tehát valamikor tavasszal, tehát elkezdtük körülbelül, azt hiszem októberben kezdődött a tanítás, és tavasszal már fölléptünk, de hát az megszólaltak? Megszólaltak a hangszerek, persze. Önálló szólam volt a trombitásoknak és dubásoknak, tenoristáknak, minden, tehát megszólalt, de nagyon kis egyszerű dolog volt. És hogy folytatódott a fellépések sora? Hát először ilyen különféle úttörő, készes rendezvényen. Aztán, hát ahogy a hírünk terjedt, mentünk más településekre játszani, de egy időben nagyon sokat jártunk Győrbe. És akkor tulajdonképpen minőségi változás a rendszerváltozása lett, amikor a protokolláris ünnepeken kívül beindultak ezek a falunapok, hát mi voltunk, én azt gondolom, hogy talán a megyébe mindenképpen, de más is az első olyan fúvózenekar, akik egy teljes katolikus szentmisét játszottunk végig. Közvetlen a rendszerváltozás után, mikor a Mindszenti Józsefnek a hanvait hozták haza Máriacellből, akkor mi már túl voltunk az első ilyen szereplése, mégpedig úgy, hogy Győr új baráton hősi emlékművet szenteltünk, avattunk, és azzal kapcsolatosan játszottuk ott az összes éneket. Kerültek-e nehéz helyzetbe egy ilyen fellépésen, amikor úgy érezte ön, amikor ott előállt és irányította az együttest, hogy most mély ponton vannak? Hát ilyen nem nagyon, de azt, hogy például nem tudtunk egy darabot elkezdeni, sose felejtem el, Lengyelországban voltunk, és egy gyárba játszottunk volna, beintettem, és senki nem szólalt meg. Tehát ilyen azóta se fordult el, tehát ez azért nagyon emlékezetes, de olyan, hogy mély pontok lettek volna, olyanra nem emlékszem. Tehát mindig voltak nehézségeink, hogy volt olyan időszak, amikor például nem volt hangszerünk, jöttek volna a gyerekek, és akkor kezdtünk el például használt hangszereket vásárolni, hogy nem az a lényeg, hogy a hangszer jó legyen, hanem egyáltalán mindenkinek jusson a hangszer. És az olyan legemlékezetesebb, mert itt látom, ön mögött nagyon sok oklevél található, sok eredményt ért el az elmúlt években, évtizedekben ez a csapat, ez az együttes. Mire emlékszik ön legszívesebben vissza? Itt ezek a oklevelek, amik itt vannak, ezek mind vagy megyei, vagy országos versenyen eredmények. Tehát akkor itt egy kicsit hadd beszéljek a zeneiskola eredményeiről. 2002-ben indultunk először országos versenyen, hogy hát megnézzük, hogy hol tartunk másokhoz visszaítve. És kiderült, hogy mindjárt az egyik gyerekünk országos verseny nyert. És ez azóta is folytatódik, azóta volt 4 országos küldött verseny, már 3 évente van. Abból
A négy országos kürtversenyből három első helyezettünk van, és van egy második helyezettünk, meg egyéb díjak is. De járunk mélyrészversenyre, például az idei évet említem, az idei évben volt a mélyrészfúvós verseny, amikor a Ezt tenor miért kürtös, hívják így? Mi ennek a... a mélyrészfúvósokhoz tartozik a tenorkürt, a harcsona és a tuba. Tehát ezeknek volt az országos verseny az idén, és egész megyéből csak Tétről jutottak el az országos döntőbe. Három gyerek. Ugye nézők itt a Rába közben azért értsék, tehát még egyszer van itt egy nagyon jó zeneiskola, ugye Téten, igen, és azon igen. kívül... Az 20 éves. 20 éves. Előtte 16 évig, tehát az a zenoktatói munkaközösség keretein belül tanítottam a gyerekeket, és utána azért hozta létre az önkormányzat a zeneiskolát, hogy ennek a fúvószenekarnak meg legyen az utánpótlása. Igen, mert és van a fúvószenekar, igen, aminek igen. van felnőtt része, és van már ifjúsági. Igen, igen. Tehát úgy van, hogy tehát az általános iskolások az egy zeneiskolai zenekar. Azok az általános iskolások, akik kimaradnak az általános iskolából, azok megjönnek az úgynevezett ifjúsági fúvószenekarba, ahol most már nagy a szórás, a legidősebb, hát talán lehet olyan 34-35 éves is már. És mit játszanak szívesen? Akár a fellépéseken, vagy akár itt a városban? Hát leginkább a mai zenét szeretik, tehát a rockzenét, vagy filmzenét, tehát bárra is, meg egyébként is írunk át slágereket, meg vannak összeállítások a Beatles együttestől, akkor a Queen-től, tehát nagyon sok népszerű zenét játszunk, de a hagyományos fúvószenét is, tehát indulókat, keringőket, polkákat, sőt, hát nem tudom, az idén talán 16. alkalommal lesz, hogy az evangélikus templomban klasszikus zenei koncertet tartunk. Ott aztán Mozarttól Beethoven, Bach, rengeteg Kodályt játszunk például. Hát átírom a Kodály kórus műveket, vagy egyéb zenekari műveit, és akkor azokat játszunk a templomban. Tanít a zeneiskolában, igazgatja is, a nagy intézményben igazgatóhelyettes, közben hát, itt van a fúvós, hát sokkal kapcsolatos tevékenység. Hát az embernek a gondolatvilága innét messze nem is tud menni. Tehát itt a zenei berkeken megmarad, hogy ugye az iskola évkezdés mindig, hogy ki milyen hangszeren. Tehát jönnek a gyerekek, válogatnak, hogy ki mit szeretne játszani, és általában hangszerünk is nincs annyi, hogy mindenki mondjuk nagyon népszerű a fúvó és a klarinét.
De hát egy zenekar nem csak ebből áll, hogyha mindenki arra menne, akkor zenekar nem lenne belőle sose. Tehát számtalanszor megkérünk gyerekeket, vagy néha még szülőket is, hogy legyenek szívesek, válasszák ezt a hangszert, hogy megfelelő utánpótlás legyen. Az is nagyon fontos, hogy az embernek legyen hozzá energiája. Csak ezzel foglalkozik, a zenével, az oktatással, vagy van más olyan egyéb is, amivel azért marad szabad időben is egy kis tenni való. Hát, nem nagyon marad. De hát nekem, én szerencsés ember vagyok, mert ami a munkám, az a hobbim is. Tehát amíg hivatásos zenész voltam, akkor is tanítottam mellette mindig, és hát a zenét ma is szeretem, járok koncertre, otthon a Bartók Rádió, ha otthon vagyok, reggeltől estig megy. De igazából időm nem marad semmire sem, mert 4 gyereket neveltem fel, úgy néz ki, hogy most már a negyediket is most már férhez adjuk, a következő évben meg volt már az eljegyzés. Ott vannak az unokám, azokkal is foglalkozom meg, hát a gyerekeim építkeztek, ott kellett nagyon sokat segítenem, úgyhogy egy pillanatig nem unatkozom. Én azt szoktam mondani, naponta 16 órát dolgozok mindig, vasárnap kivételével, akkor nem. A családban valaki zenél? A családban mindenki tanult zenét. Mind a 4 gyerekem és az unokáimat is szeretném majd zenére tanítani, mert én azt gondolom, hogy zene nélkül lehet élni, de nem érdemes. Úgyhogy az unokáimat is majd zenére fogom tanítani. A nagyobbik gyerekem, ő is játszott itt a zenekarban, tubázott. A második fiam az zenetanár lett, ő a színház zenekarban, Győrbe kürtös, és itt tétel a zeneiskolában is tanít. A harmadik gyerekem egy leány, aki mindig valamilyen kórusban, tehát az éneklés, tehát népdalt is énekelt valamikor, valamilyen kórusban mindig énekel, sőt most egy 3 éve talán létrehoztak egy kamarakórust, abba is énekel. A negyedik gyerekem leány, neki van legalább, hát egy olyan 25 aranyérme, amit népdaléneklési versenyen nyert, országos verseny is volt annak idején Kecskeméten, és rockbandákba énekel, meg templomba, mindenhol énekel. Tehát a családban benn van a zene. Családban benn van. Mindenki azt kérdezte, hogy ugye zenei pályára megy, miután itt már óvodás korában föllépett itt téten, és már akkor furuljázott, meg énekelt is, de hát aztán mondtam, hogy orvosi pályára ment, és hát most már 6 éves végzős, de a zenétől nem szakadt el senki sem. És most, hogy elkezdődött a 2012-13-os tanév, néhány számodat, a zeneiskolában jelenleg hányan vannak? 58 tanuló van, tehát nagyon sokan irigyelnek bennünket, mert ez egy olyan zeneiskola, ahol csak fúvós és ütős hangszereket tanítunk. Tehát olyan kicsi ez a település, szeretek volna itt hegedülni, zongorázni, olyan kicsi ez a település, hogyha itt elkezdünk zongorát tanítani, akkor itt egy-egy tanárnak van 2-3 gyereke, hát ki fog kijárni azért, hogy most tanítson, vagy hogyha a zongora az egy népszerű hangszer, ki jön ide a zongoratanár, ki fog tubát fújni. És mint mondtam, hát a zenekar azért jött létre, hogy az utánpótlását biztosítsa a zeneiskola a zenekarnak. Thank you.
Téti fúvósok hányan vannak? Hát nagyon sokan, szerintem 60 körül biztos, az idei listát még nem néztem, 60 körül vagyunk, de ugye majdnem mindenki dolgozik már. Vagy rengeteg középiskolás van, vagy egyetemre járok. Tehát eleve, hogyha hazajönnek hétvégéről, mondjuk Pestről, Szegedről, innét, onnét egyetemekről, akkor hát más dolguk is van itt, és nagyon nehezen jövünk össze újabban a szereplésekre. Eredményesnek tartja a működésüket a fúvósokét? Én azt gondolom, igen, mindenki. Ott mire a legbüszkébb, amit érdemes kiemelni most például? Hát én azt gondolom, hogy az, hogy ha egy fiatal ember elmehet 10 napra Olaszországba úgy, hogy a tengerparton van tölt több időt, elég közel voltunk a tengerparton, 10 napra, és az a 10 napra neki 4000 forintjába került, vagy hogy talán 3 évvel ezelőtt voltunk Görögországban, 5 csillagos szállodában a tengerparton laktunk. Én azt gondolom, hogy ha már csak ezeket nézzük, nem beszélek most a zene, ami pozitív dolgot nyújt a zenetanulóknak, ha csak az utazásokat nézzük, vagy azokat az emberi kapcsolatokat, amik a zene révén létesültek, én akkor azt gondolom, hogy mindenképpen öröm ezt, és kell ezt csinálni, és vannak is mindig, akik ezt csinálják. És mik a célok az iskolában, a fúvósoknál? Hát, ami eddig. A lehető legjobb eredményt elérni, és hát a zenekarnál is, az, hogy ahová elmegyünk, ami új dolgokat csinálunk, mert mi a püspöki misétől elkezdve az evangélikus istentiszteleten keresztül, mi már annyi mindent csináltunk, annyi helyen voltunk, csak itt azt hiszem a megyébe körülbelül most már van 70 településen játszottunk. És akkor rengeteget járunk fesztiválokra, határon belül, határon kívül, van erdélyi testvérvárosi kapcsolatunk, vannak testvér zenekaraink, Lengyelország, Hollandia, tehát ezek mind olyan dolgok, ami miatt azt hiszem érdemes ezt csinálni. Köszönöm. Nagyon szívesen. Stesli Tamás a zeneoktatása mellett a Győri Nemzeti Színház zenekarában is játszik. Az édesapja az imént beszélt arról, hogy a családban ugye 4 gyermek van, és mindenki valamilyen formában foglalkozik a zenével. Hogyan történt ez a gyermekkorban? Mi volt az első hangszer, amit a kezébe fogott? Hát ez ahogy az eszemhez jutottam, ez rögtön jött velem. A gyerekkoromban jártam állandóan a zenekarra, a szereplésekre, illetve a nyári táborokban mindig ott voltam. Úgyhogy
ez teljesen természetes dolog volt, hogy hangszerek közelében ülök fel, illetve apu otthon gyakorolt, ugye, hogy a Philharmonikus zenekar tagja volt, azt is mindig hallottam, az is mindig tetszett, kértem, hogy fújjon nekem valamit, hogy mindig mutogatott valamit, hogy éppen a zenekarban milyen darabot játszanak, milyen érdekes szólama van neki. Tehát ez természetes dolog volt. Nyáron otthon volt a fúvó zenekar összes hangszere javításon, és aztán ott mindig ki lehetett próbálni bármelyiket. Úgyhogy, hogy melyiket vehettem először a kezembe, ezt nem is tudom. És hogyan élte meg ezt az időszakot gyermekfejjel, hiszen nagyon sok elfoglaltsága volt akkoriban is az édesapjának, a zene körül forgott így mondjuk az élete? Hát nagyon jó volt, én nagyon szerettem, tényleg, hogy olyan volt, hogy Philharmonikus a zenekarra mentek esetleg Budapestre, oda elvitt magába. Tehát ez teljesen az életem része volt. Korán elkezdtünk tanulni, tehát már ilyen óvodáskorban, talán első osztályban, akkor már furuját kaptunk a kezünkbe, és ezeket az egyszerű dalokat, ezeket már tanultuk, úgyhogy ez ment szinte magától minden, nem is nagyon volt kérdés, hogy ezt tetszett is mindig is, és hogy csinálni akartam. És a tanulmányok hogyan folytatódtak, tehát a zenei tanulmányokra gondolok elsősorban? Hát legjobban a trombita tetszett nekem a zenekarban, hogy ő játsza sokszor a szólókat, illetve a dallamot, és hát mindig is mondtam, hogy trombitás szeretnék lenni. Ehhez képest ugye a furujával kezdtük a zenei tanulmányokat, utána még szintén alsó tagozatban zongorázni tanított, szintén apu otthon, tehát nem zeneiskolai keretek között. És aztán addig, mikor már negyedikes voltam, akkor már nyúztam aput, hogy hát most már tanuljunk részfúvós hangszert, hát mégiscsak ezek tetszenek nekem. Illetve hát, ha tanuljak trombitálni, akkor ő rábeszélt, hogy legyek inkább kürtös. Nyilván, hogy ő is kürtös, talán többet is tud segíteni, vagy hát megvoltak az apró technikák, úgyhogy engem is átbeszélt, hogy kürtös legyek, amit hát azóta se bántam meg, mert ez nagyon jónak bizonyult. Úgyhogy 5. osztálytól jártam be Győrbe zeneiskolába kürtölni, és utána a győri konziba folytattam, ahol apu is járt, tehát ez is nagyon érdekes volt, hogy ugyanazokat a lépcsőket koptattuk, ugyanazok a falak között tanultunk. Aztán én egyenesen mentem tovább a győri főiskolára, az zeneművészeti főiskolára, és hát aztán itt diplomáztam 2000-ben. Jöttem. Okozott-e nehézségeket a zenetanulás, vagy szinte természetes volt, hiszen az édesapja is nagyon jó zenész, elismert zenész, tehát az a mindennapok részévé vált, könnyen vette magyarul az akadályokat? Hát mindig vannak nehézségek, azért az a zenetanulás nem egy egyszerű dolog, tehát mindig adódnak egy életkori sajátosságok alapján nehézségek. Mindenként túljutottam, hol apu segítségével, hol nyilván külön tanárom volt, tehát az ő segítségével. Hát nem ment minden simán, de hála Isten, hogy sikerült venni az akadályokat, és aztán eljutottunk itt a diplomáig, illetve hogy ezzel foglalkozhatom, ez lehet a szakmám. És hogyan folytatódott utána az élete a diploma után? Diploma után a győri zeneiskolába kezdtem el tanítani, illetve itt a téti zeneiskolában is. Kevés volt mindenütt a gyerek, úgyhogy két helyen kellett egyszerre munkát vállalni. Aztán 2001-ben sikerült bekerülnem a Győri Nemzeti Színház zenekarába, és akkor már három felé már nem lehetett járni, így aztán a Győri Zeneiskolát egy év után ott hagytam, és így a Téti Zeneiskolába jöttem, most már csak itt tanítok. És azóta is a színházba játszom, az megmaradt. Thank you.
Mit kell a színházba elvégezni? A daraboknál segítkeznek, vagy hogyan képzeljük ezt el? A színháznak több tagozata van, zenés tagozata, illetve prózai tagozata. Hát ugye mi a zenés darabokból veszünk részt, itt is több műfajba játszunk. Minden évben szokott lenni egy opera, ez ugye komoly zenét jelent, ezt nagyon szívesen játsz a zenekarban, azt hiszem, hogy mindenki. Operetteket szoktunk játszani, ez nagyon népszerű, ez egy jó műfaj, idősebbek is jönnek, de fiatalok is nagyon szeretik, és musicaleket is szoktunk játszani, ez inkább talán a fiatalok körébe népszerűbb, tehát mindegyiket nagyon, nagyon szeretem, és mindegyiket nagyon szívesen csinálom. Mikor vannak a próbák a színházban? Próbák kampányszerűen vannak, ha van egy-egy bemutató, akkor előtte egy másfél-két hónappal elkezdődnek ilyen zenejavító próbák. Először csak a zenekarral próbálunk, illetve külön elkezdenek az énekesek is próbálni, illetve a kórus, tehát mindenki a saját területét elkezdi, és aztán a bemutató előtt egy-két héttel akkor ülünk össze, akkor vannak ilyen énekes próbák, amikor még színpad még mindig nincsen, és aztán az utolsó héten rakjuk össze az egészet, akkor már csak színpados próbák mennek, naponta kettő is, akkor sok próba van. Amikor megtörténik a bemutató, akkor ezt a darabot többet nem próbáljuk, akkor az megtanultnak van tekintve, és akkor azokat esténként adjuk elő. És ez mit jelent? Mennyi elfogadtság az esténként? Tehát hányszor van mondjuk a színházban? Például az operát azt egy évadban, sajnos csak a bérletes előadásokban szoktuk általában lejátszani, ez évente 16-20 előadás között szokott valahogy lenni. A musical, ha népszerű, abból 30 előadást is akár elmegy, de például a Nyomorultak című nagyon népszerű musicalből, abban, jól emlékszem, 60-65 előadást játszottunk, tehát az nagyon jól ment. Az operett, az attól függ, tehát például most volt a Csárdás királynő legutóbb, ez nagyon sok éven keresztül ment. Minél régebb voltam egy nyilván, annál kevesebb előadás, akkor már csak havonta egy-két előadás megy abba az operetből. Tehát ez is változó. Ha éppen prózai darab megy a színházba, vagy olyan bemutató volt, akkor nekünk egy kicsit szünet van. Ott is a kürt játszik? Igen, ott is a kürt, ott nincsen ilyen hangszer változtatás. Például itt az zeneiskolában nem csak kürtöt kell tanítani, hanem egyéb részúvós hangszereket is minden, ami szükséges a fúvó zenekarban. Emlékezetes darab az elmúlt évekből, amire szívesen visszaemlékezek, szívesen játszott benne? Hát ezt a Nyomorultak, de ezt nagyon szerettem, tényleg nagyon jó nóták voltak benne. Minden operát nagyon szívesen játszottam, a komoly zenét, Puccini operákat játszottunk, Toszkát, Bohém életet, most írtam, nem tudom még, de tehát ezeket mindig nagyon szívesen. És milyen ez a színházi világ? Hát a bemutató körül, amikor az ember már elkészült, hát kész a darab, és bemutatják, nagy sikert arat, ez egy nagyon sok emberen múló közös eredmény. Hát hogy érzi, milyen ott dolgozni, létezni? Nagyon jó dolog, nagyon szeretem. Igazából a zenekar az egy kicsit elkönült, illetve lehet, hogy én egy kicsit elkönült vagyok ott a többiekkel, tehát így színészekkel annyira nem is nagyon találkozunk, lévén, hogy mi nem vagyunk az árokban, sokszor nem is látjuk az előadást. Csomó olyan előadás volt, amiből egy kockát se láttam, mert az árokban a színpad alatt ülök, és szokták mesélni a ismerősök, hogy annál résznél, amikor, hogy az milyen jól néz ki fenn, és mondom, hát nem tudom mondani, még a színét se láttam sajnos, mert hogy nem volt olyan jó helyen, mint nekik. És a zeneiskolát hogyan lehet összeegyeztetni ezzel a színházi léttel, hiszen itt is azért helyt kell állni? Igen. Hát itt heti 3 napot járok tanítani, az egyik nap az a hétfő, ami lévén a színházban, ott hétvégeken is dolgozunk, a hétfő így meg van hagyva szünnapnak, tehát hétfőn tudok jönni nyugodtan. A többi nap meg úgy van beosztva, hogy ha próbák vannak ott, akkor azért délelőtt és este vannak próbák, tehát a köztes délutáni időben szoktam jönni tanítani. Hogy látja, eredményes itt a Téti iskola, hiszen ön azért dolgozik a profik között is, tehát komoly színdarabokban közreműködik, és látja, hogy azért itt milyen munka folyik, hogy van-e esélye egy téti kisgyereknek mondjuk ideig eljutni? Mindenképp. Ez csak hozzáállás kérdése, még csak nem is azt mondanám, hogy annyira, hogy tehetséges, sokan
mondják, hogy áll, neki nincs tehetsége, biztos nem tudná ezt csinálni. Sok olyan gyerek van itt a zeneiskolában is, aki esetleg kevésbé tehetséges, vagy van jó hallása, és mégis nagyon jó eredményeket, vagy egy nagyon jó szintet tud elérni a hangszerén. Mindenki van esélye, van is néhány gyerek, aki tovább ment szakközépiskolába, illetve azóta már főiskolán tanult, tehát van lehetőség. Családi szálhoz még kicsit visszakapcsolódva, mostanság például van idő otthon közösen zenélni? Egyáltalán van olyan alkalom, amikor apa és fia együtt tud zenélni? Hát nagyon, nagyon kevés erre a lehetőség. Például amikor diplomáztam, akkor
apu már a zenekarban nyugdíjas volt, ilyen szakmai nyugdíjban, de megkértem, hogy diplomámon egy kamara együttesbe, egy kürt sextetbe vegyen ő is részt. Ez például nagyon emlékezetes volt, és nagyon örültem. És úgy láttam, hogy ő is örömmel vette fel újra a hangszert, hogy ebbe részt vegyen. Karácsonykor szokott lenni közös muzsikálás, amikor a nagy család összejön, és előkerülnek a furuják, triangulumok, ilyen-olyan hangszerek, akkor előfordulnak ilyen közös zenélések. A téti fúvósok között részt tud venni a munkában? Igen, hogyha péntek este nincsen a színházban elfoglaltságom, akkor mindenképp itt vagyok minden próbán, és hát én magam is játszok benne, illetve ha bármelyik szólomba esetleg segítség kell, akkor oda megyek, és akkor besegítek a betanulásba. Milyenek látja szakmailag a fúvósokat? Természetesen itt is összecseng a győri zenekarnál vannak tapasztalatai, a profikhoz viszonyítva milyenek a fúvósok? Nyilván a színvonal kicsit alacsonyabb, de sokszor hasonló problémákkal küzdünk. Ott azért, miután az egy munkahely, tehát olyan problémák nincsenek, hogy mindenki teljes létszámban van ott egy próbán itt a fúvózenekarban, ez ugye nagy probléma, hogy ez hobbiként tűzik, ha ráérnek, jönnek, ha éppen dolgoznak, akkor nincsenek itt egy-egy szólam, néha hiányzik, szóval így megnehezíti a részvétel a munkát, de egyébként azt gondolom, hogy tisztességes hely tud állni a zenekar, bárhol jártunk külföldön is, akár fesztiválokon, nem kellett szégyenkeznünk sosem, sőt, azt gondolom, hogy nagyon jók voltunk. És mi a jövő? Van arra lehetőség, vagy gondolkodtak azon, ha majd idővel mondjuk ön átveszi a fúvósokat, vagy erről még nem beszéltek? Nem beszéltünk, én nagyon reménykedem, hogy apu ezt itt minél hosszabb ideig tudja csinálni, nagyon jó kezekben van. Egy-egy koncert után szoktam is neki mondani, hogy nem tudom, hogy fog ez nekem így menni valaha, és akkor ő mindig biztatta, hogy persze, majd fog. Hát egyelőre én csinálom a zenekarnak az utánpótlás zenekarát, csak úgy hívjuk itt, hogy a kis zenekar, ami az általános iskoláskorú gyerekekből áll össze. Ezen kicsit trenírozhatom itt már magamat, hogy később esetleg a nagy zenekart is majd el tudjam vezetni. És a családban folytatódik ez a zenei szál? Hiszen apa és fia eljutottak addig, hogy nagyon jól zenélnek, ebből meg is tudnak élni, nagyon jó zenekarokban tudnak fellépni, eredményesek ezek a zenekarok, de van-e a családban utánpótlás? Hát még pici az utánpótlás, a feleségem szintén zenész, úgyhogy így minden esélye megvan rá, hogy van egy 3 éves kisfiam, illetve egy 2 hónapos kislányom, hogy a zenét ők is mindenképp fogják tanulni. Én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos. Nem is lennék hiteles, hogyha saját gyerekeimet nem oktatnám, miközben itt a zeneiskolában ennek a fontosságát hangsúlyozom. Hát a járókába nagyon korán betettük a furuját a Marci fiamnak, 9 hónapos kor óta azt fújja, és sokszor előfordul, hogy gyakorlok otthon, és odaáll mellém a kottá állvány mellé, és mondja, hogy húzzam le, hogy hát mondom, de akkor Marci, én nem látom. Nem baj, de gyakorlunk együtt, úgyhogy mindenképp biztos lesz ennek valahogy folytatása. Aztán, hogy ezt választja a hivatásának, ebben ma nem szólok bele, de hogy mindenképp fognak zenét tanulni, az biztos. Trombitás Veronika és Csizmazia Dávid évek óta szívesen vesznek részt a zeneoktatásban téten. Trombitás Veronika vagyok, az Apor Vilmos Katolikus Iskola központban járok 6. évfolyamába. Ez Győr, ugye? Igen. Mindennapos eljárás nem okoz gondot? Hát még tavaly óta járok ugye Győrbe, és hát az akkor még kicsit új volt, de most már megszoktam. Mióta zenélsz? Én már 5 éve. És úgy tudom, a családból többen is játszottak vagy játszanak? Hát igen, már rajtam kívül 3 testvérem és nagyobb testvérem játszik, és hát ezért is. Kezdte a zenét tanulni? Igen. És milyenek itt az órák, hogy látod? Hát nekem ez kikapcsolódás ugye a hétköznapok között, mert hát ugye, hát nekem ez nagyon tetszik ez a zenélés. Sokat kell tanulnod Győrben, vagy ha hazaérsz itt téten? Hát igen. És mellette a zene, tehát az jelenti igazán a szabadidőt, gondolom. Igen. Neked vannak-e emlékezetes fellépéseid, amire szívesen felhívnád a figyelmet?
Hát én csak itt a hangversenyeken szoktam fellépni, itt amikor van a zeneiskolán belül. És akkor milyen az együttes? Hát akkor kicsit izgulok előtte, de amikor már jól szoktak menni. Gondolom, hogyha megkapjátok a tapsot, akkor érzitek, hogy érdemes foglalkozni. Igen. És te a továbbiakban hogy gondolod? Hatodik osztályos tanuló vagy, Győrbe jársz, szeretnél továbbiakban is itt tanulni zenét, téten, igen, vagy persze. Részt venni a fúvózenekar munkájában? Igen. Itt korábban lehetett arról hallani, hogy nagy utazásokon vettek részt a fúvósok. Jártatok mondjuk az elmúlt időszakban, néhány hónappal ezelőtt nyáron különböző fellépéseken? Hát NSE-n volt egy zenetábor, és ott voltunk a kiszenekarral. És van olyan, amit szeretsz játszani, olyan darab vagy olyan zenemű, amit? Hát amiket ott tanultunk NSE-n, azokat nagyon szívesen játszom, mert ugye azok újak, és hát azok nagyon tetszenek. Tudnál rá példát mondani? Hát van a Toro, ami egy spanyol zenemű, és hát ez nagyon tetszik. Csizmuzia Dávid vagyok, 14 éves, most vagyok 8. osztályos. Mióta zenész? Én 7 éve zenélek. És milyen hangszeren játszik? Vadászkürtön. És miért épp a vadászkürtöt választottad? Mert ez megtetszett nekem is, és ezért. A tanulmányok mennyire gördülékenyek számodra? Könnyű a zenetanulása? Igen, könnyű. Otthon 1-1,5 órát szoktam gyakorolni, igen. És mennyi időt vesz igénybe itt a zeneiskolában az oktatás? Van 2 zeneórám, az fél óra. Ugye van a zenekar, az 1,5 óra, meg még van nagy zenekar, az is 1,5 óra, meg zongora kíséret. És mióta játszol magán a fellépéseken, gondolom van ilyen is? Igen, van fellépés, 4 éve. Igen. És milyen élmény? Nagyon jó élmény. Igen. Hát eleinte izgultam, ugye, tehát most már megszoktam. És mi a véleményed az oktatásról? Az oktatás az nagyon jó. Országos kürtversenyen is voltam, már ott is elhoztam az első helyet, úgyhogy nagyon jó. Van célod a zenéléssel? Hát itt a zenekaron belül van, hogy el akarjuk jutni mondjuk a nagy zenekarba is több helyre, de így, hogy így tovább, úgyhogy ennek úgy dolgozni, úgy nem. Mert úgy tudom, hogy hát pályaválasztás előtt vagy, hova mész tovább tanulni várhatóan? Hát én CNC programozó szeretnék lenni. Igen. És folytatod középiskolásként is a zenét itt téten? Igen, biztos. Nagy zenekarba. Köszönöm szépen.
A TT Diabetes Klub működéséről Nagy Béláné alapítótag beszélt. Iskoláimat Szombathelyen végeztem, 40 éve dolgozom az egészségügyben, diabetológiai szakápolói végzettségem van, jelenleg pedig a házi orvos mellett, mint körzeti nővér dolgozom 4 éve. A cukorbetegség milyen mértékben jelenik meg itt Téten? Hát körülbelül a lakosság 10%-a, 300-400 fő körül mozog. Milyen cukorbetegekről van itt elsősorban szó? Hát inkább kettes típusú, elhízott, idősebb kori cukorbetegségről van szó, hiszen a cukorbetegségnek két fajtáját ismerjük, az egyes típusú cukorbetegséget, ami fiatalkorban jelentkezik, és a kettes típusú cukorbetegség, mint említettem, inkább időskorban elhízott egyéneknél jelentkezik. Hogyan történik a cukorbetegek tájékoztatása itt Téten? A házi orvoson keresztül, vagy éppen a klubon keresztül? Hát inkább házi orvosi. Általában a kettes típusú cukorbetegség egyébként véletlenszerűen is kiderülhet egy szűrés alkalmával, de általában a házi orvosi gondozásnak a feladata, hogy ez kiderüljön vérvétellel, laborvizsgálattal. Ön mióta foglalkozik cukorbetegekkel olyan szinten, hogy klub, egyesület, hát jól tudom, nem csak itt Téten, hanem Győrben is tagja? Igen, a Győri Egyesület titkára. Ott körülbelül 22 éve működik az egyesületünk, és bekapcsolódunk az ő munkájukba is, így értelemszerűen. Kirándulásokon veszünk részt, hiszen a mozgás nagyon fontos egy cukorbeteg életében. Éppen egy hete voltunk a Bakonyban egy túrán, egy gyalogtúrán, nagyon jól éreztük magunkat. Itt helyben 17 éve működik a klubunk. Milyen programokat szerveznek itt Téten, vagy szerveztek korábban? Előadásokat. Házi orvosi előadásunk volt, nagyon sokan részt vettek még akkor. Volt szemész, volt diabetológus, volt dietetikus kolléganő, hiszen a diéta nagyon fontos a cukorbetegek életében, és jó magam is tartottam a cukorbetegség egyik rettegett szövődményéről, a lábszövődményről előadást a klubtagoknak. Nagyon nagy érdeklődés volt. Ez mit jelent ez a lábszövődmény a betegség esetében? Cukorbetegség előre haladtával különböző szövődmények is kialakulhatnak, szem, szív, tehát érrendszeri és idegrendszeri szövődmények. A lábamputációknak a zömét sajnos a cukorbetegség okozza, tehát az érés az ideg ártalom. Az ön szakmai tapasztalatai alapján mi az, ami elsősorban okozza a cukorbetegséget? Hát a mozgásszegény életmód, a helytelen és rossz táplálkozás, elhízás, persze genetikai tényezők is motiválnak, vannak ebben. Tehát mi ide tudjuk visszavezetni. És ezért fontos, hogy a diétát megismerjék, hogy a mozgásra rábírjunk embereket, hogy tehát más életvitelt, bár egy idősebb embert, akinek már kialakult életvitele van, erre nagyon nehéz rábírni, de kicsi dolgoknak is tudunk örülni, hogyha sikerül. Milyen a klub élet itt Téten a cukorbetegeknél? Tehát hányan vannak, illetve mik azok a fő programok, ami mentén tudnak egy éven át együttműködni? Hát amikor megalakult a klubunk is, elsősorban azt tűztük ki célul, hogy beszélgessenek, egymást nevelve átadják a tapasztalataikat, illetve hogy majd az előadók segítségével egy kicsit ők jobban tudják a kinti életben menedzselni a cukorbetegségüket. Hát mivel egy kicsit megfogyott a létszámunk, ugye haltak is meg emberek, jelenleg is kórházban is vannak cukorbetegeink, ezért így most az előadások egy kicsit háttérbe szorultak, bár egyéb fórumokon vannak rendezvényeink itt Téten, ilyen egészségmegőrzési programokban mindig részt veszünk, de így is nagyon barátságos és hangulatos így a beszélgetés, ahogy itt összeülünk, és mindenki elmondja, hogy mi történt vele, mert havonta egyszer pénteken, első pénteken 4 órakor van a klubfoglalkozásunk, és innét is szeretném kérni és üzenni, hogy szeretettel várunk klubtagokat a klubunkba. Téti Művelődési Ház klubhelységében. Fontosnak tartja, hogy összejöjjenek és beszélgessenek a mindennapi problémák, ami sajnos néha közös is, hiszen ugyanazokkal a problémákkal küzdködnek. Nagyon fontos, nagyon, mert az emberek igénylik, hogy kibeszélhessék magukat, és sokszor a váróteremben kint is halljuk, hogy ott is, tehát nem is akarnak bejönni sokszor a rendelésre, mert olyan vidáman és olyan megértően beszélgetnek egymás problémáiról, és örülnek egymásnak az emberek, hogyha találkozhatnak, és itt is így van. Ön szakemberként vesz részt a munkában, vagy
Önt is érinti a betegség? Férjem cukorbeteg, én hármas típusú cukorbeteg vagyok, úgy mondjuk ezt a berkekben. Ami mit jelent, hogy? Családtagként, igen, úgyhogy ennyi. És mi a céljuk a továbbiakban? Hát először is klubtagokat toborozni, hogy többen legyünk, és akkor tovább folytatva az előadásokat, segítve a helyi cukorbetegeket az életminőségüknek a javításában. Érdekében, hát reméljük, hogy ez majd most így, ezen a fórumon keresztül is sikerül talán. Tehát szeretettel várjuk még egyszer a klubtagokat, minden hónap első péntekén, 4 órakor, Művelődési Ház klubterme. Köszönöm. Köszönöm szépen. Munkatársaim nevében megköszönöm figyelmüket, tartsanak velünk egy hét múlva is. Viszontlátásra! Speciálne Liecsebnek Kóri, Nyevsednád Vojpa.